vagyunk most Nagynyáradon, és egy tipikus sváb sütemény fog készülni. Egy picit erről meséljen nekünk, hogy mi készül. Hát igen, régen nagyon sokszor csináltuk mi ezt a süteményt. Tulajdonképpen a németek azok kicsit másképp csinálták, mert amikor szüret volt, vagy lakodalom volt, akkor úgynevezett stritzen, amiben nem volt annyi zsiradék, hanem több volt az élesztő benne, de hát ugyanígy készült el. Aztán később az idők folyamán, már amikor én gyerekkoromra is emlékszem, akkor már kezdtük el a bajglit, tehát több zsiradékkal, kevesebb élesztővel, és akkor így lett belőle a bajgli. És ugye most Gizi néninek unokája Hédi fog segíteni, akkor mi az első lépés? Hát az első lépés, hogy megszitálja a lisztet. És egyébként együtt szoktak sütni? Vagy igen, nagyon sokat sütöttünk együtt már gyerekkorában. Sütöttünk, főztünk, úgyhogy ő neki ez nem újdonság. Meg igaziból otthon is nagyon sokat süt, meg főz is, szeret is. És egyébként csak karácsonykor készült bajgli? Vagy készült bajgli? Hát a bajgli az igaziból, ma beleteszem a lisztet, vagy a cukrot, 8 dekát, de ezt is át kellene szitálni egy kicsit. Úgy nyúljál bele. Így már egy kicsit darabos a porcukor. Akkor ezt mindenképpen át kell szitálni, ugye? Persze, mindenképpen, úgyhogy ezt muszáj. Mert sajnos mindig hiába van nylon zacskóba benne a porcukor, az attól is azt még igen, egy kicsit igen. Megkeményedik, és akkor... Jó, rázd meg egy kicsit, és akkor oké. Okay. Jó, ezt nem baj, ezt beteszünk ide. Csipet só. Úgy belerakhatod 20 deka ráma és 12 deka liszt, és akkor azt egyszer összekeverheted. Tehát akkor zsír kerül még, ugye? Igen, igen, zsír. Vegyesen. Hát régen ugye nem volt ráma, akkor több zsírt tettek bele, de most már azért vegyesen csináljuk, akkor így jobb lesz az. És egyébként mikor készítették? Tehát 24-én, 25-én vagy 26-án sütöttek? Nem, jóval előtte megcsináltuk persze, mert hát ez tartós végül is, úgyhogy nem kellett várni az utolsó pillanatra, mert akkor úgyis annyi minden van, hogy akkor az ember nem ér rá már ilyet. Mert azért elég hosszadalmas azért egy bajglinak az elkészítése, mert ugye várni kell mindig, hogy pihenjen, úgyhogy azért az úgy sokáig tart. És ez az egyféle sütemény volt karácsonykor? Vagy volt nem, ilyen apró süteményeket is szoktunk csinálni, például diós kiflit, azt is mondjuk tegnap este megsütöttem már, hogy legyen az utolsó pillanatban, akkor hát különféle linzereket, mézes kalácsokat szoktunk sütni, bár a mi családunkban nem igen nagyon szeretik a mézeset, úgyhogy én azt most már nem csinálok, mert ha nem eszik meg, akkor miért csináljam? Úgyhogy inkább azt, amit szeretnek. Jó, akkor belerakhatod az élesztőt. Itt 2 deci tejbe főfuttattunk 2 deka élesztőt, és meg egy tojás jön bele, és akkor már is keverheted az egészet. Úgy tedd be mindjárt ezt is. És ez hány adag lesz, ami most készül? Ez most 6 rúd lesz, mivel nagy a család, és mindenki viszi. Úgyhogy azért szeretjük, hogy inkább többet csinálunk. Ja, ezt tart sokáig, amíg az ember itten összegyúrja. Egyszer utána, ha már összegyúrta, akkor már ez nem olyan vészes. És milyen állagúra kell gyúrni a tésztát?
Hát se nem puha, se nem kemény. Tehát ez ilyen vegyes, hogy aztán utána lehessen jól sodorni. Tehetsz még egy kicsit hozzá te is, és akkor benne összedolgozzuk. És mindig kézzel gyúrják? Mindig. Ezt nem is lehet másképpen ilyen. Na, alakul. Tölteléket, hát most vizet forralunk, cukorra csinálunk egy szirupot, és akkor avval leforrázzuk a diót, és utána hát teszünk bele, amit akarsz, citromot, rumot. Van, amikor tejjel csináljuk, de az az igazság, hogy sokszor van olyan vendég, aki hát, hogy tej van benne, inkább azért nem, most akkor mondom, mindegy. Most 6 részre vágom, mert akkor ez belőle 6 darab tekercs. És akkor 3 diós, 3 mákos? Igen, igen, így szoktam csinálni. Vermutkor csináltam kakaósot, az is finom volt, csináltam már gesztenyést is, de most a gesztenyével gondoltam, mert más csinálok, úgyhogy. És akkor itt arra kell figyelni, hogy elég vékony legyen? Igen, igen, igen. Hát meg egyszer, hogy tud meg legyen a hossza, aminek, hogy amikor beteszem a tepsibe. És azt lehet tudni, hogy miért pont az alap, az miért pont mákos és diós volt régen? Hát ez volt az embereknek. Mákot termeltek, a diófák ott voltak, tehát ez volt, és akkor ezért csinálták ilyet. Úgyhogy ez egyszerű volt tényleg. Mondjuk, hogyha kakaósat csinálnánk, a kakaót meg kell venni. Gesztenye régen nem nagyon foglalkoztak a gesztenyével. Tehát igazság szerint akkor, hát ami volt, mindig avval kellett gazdálkodni az embereknek. Most már kétszer bekentem, kihűlt, és akkor most betesszük a sütőbe. És akkor 180 fokon körülbelül olyan 40 perc alatt készen lesz. Hány beiglit raknak egy tepsibe? Egy tepsiben 3-at szoktunk, nehogy összeragadjon, ezért inkább 2 tepsiben szoktam csinálni. Tehát 1 kg lisztből 6 rúzs lesz. 3 diósot szoktam és 3 mákosat. Úgy látom, hogy de jól néz ki. Szuper! Nagyon jó! Na, akkor ide tesszük a gyúródeszkára, mert ugye meleg a tepsi, és nehogy a terítő tönkre menjen. Én szerintem jó lett, aztán majd meg is próbáljuk, hogy milyen. Jöhetnek az unokák. Jöhetnek az unokák, így van, meg a gyerekek.
Hát a székelyek először is a galuska az a főétel volt, húsleves volt főtt hússal, tormával, céklás tormával, és valami húsos, ilyen sült húsok is voltak. A krumpli is úgy mondják, hogy székelyesen, hogy a pityóka, az is a körítésként a főételhez tartozott. A sütemény annyira, mint mostanában ezek a finom sütemények nem igen voltak, hanem inkább a kelt kalács volt, a mákkal, dióval töltött kalácsok voltak, ez a fő étel volt karácsonykor. És ezt általában minden családnál így szoktak, sőt, hát amikor mentek a gyerekek kántálni, vagy betlehemes vonulás volt a falvakba, vagy a faluba, akkor is megkínálták a gyerekeket ilyen kalácssal, dióval, ilyesmivel, hogy örültek, hogy ilyen felkeresik a háza, tehát a házukat a gyerekek, akik mentek betlehemezni. A mai ebédünk tejfölös csirke, tejfeles csirke, ahogy a székelyek is mondják, tejfölös csürke, csürkét így mondták a székelyesen, az lesz az ebédünk, mert valahogy puriszkával, vagy máléval, ez is egy hagyományos étel volt. Egyrészt, hogy most itt karácsony előtti készülődésben ez egy gyors étel, a csirke is ugye hamarabb megfő, a puliszka 6 perc alatt készen van, és utána most kezdtük el csinálni ezt a krumplit, reszelünk, tócsnit még hozzá sütünk, és akkor ez lesz a mai ebédünk. Ez pontosan azért, mert ez egy gyors étel. Tehát főleg, amikor régen az őseink, a szüleink, nagyszüleink dologba voltak, dolgoztak, akkor ezt gyorsan összedobták ezt az ételt, és akkor mehetett a munka. Tehát nem volt annyira igényes, a munka igényes, mert hát hamar megfőtt minden. Hagymát dinszteltünk, és vágtam bele paprikát, fehér paprikát, paradicsomot, azt megdinszteltük. És utána piros paprika, egy kis őrölt bors és só. És akkor beletettük a húst, és egy kicsit dinszeljük a húst, és utána engedjük fel, ha már egy picit sült benne a hús, utána engedjük fel vízzel. És a végén, ha készen van, akkor behavarjuk tejfeles, lisztes mártással. És az lesz a mártásos csipehús. És a puliszkát meg darával keverjük, és akkor utána lisztet is szórunk bele. Azt tetszik szerint, ahogy majd látom, hogy mennyi kell bele. Lereszeljük a tócsnét, utána összekeverjük két tojást, egy kanál tejfölet, a tejföl az már az olyan benne van, és fűszerezni ezt is, és akkor lisztet, amennyit fölvesz, és akkor kanállal szaggatjuk a forró olajba. Négy szemére, hát egy kiló, attól függ, mekkorák a krumplik, hát én olyan négy nagy krumpliból szoktam csinálni otthon. Attól függ, hogy meg milyen nagyok a krumplik. Egész apró lukon kell reszelni, mert ilyen maszla, tehát ilyen lágy kell legyen a nyers krumpli, mert így lesz olyan, mint hogyha ez kell a tócsnihoz. Ezért egy egész apró lukon reszeljük meg a krumplit.
bánatván a tetejére csuhaljam. De ha kérdi, hogy ki rakta, mondjad, hogy egy árva rakta, kinek sem apja, sem anyja, sem egy igaz atya fia, kinek sem apja, sem anyja, sem egy igaz atya fia csuhaja. Kanállisztet teszek, mert elég sok a tejfölet. Pakson voltunk, meghívást kaptunk egy Puliszka fesztiválra, és nagy lendületen, nagy izgalommal készültünk, és sokféle Puliszka ételt csináltunk. Puliszka pizzát, akkor Puliszka tortát is ütöttünk, túros Puliszkát az mindenképpen, és Puliszkaból gombócot, és nagy sikerünk volt. Úgyhogy igen, sokféle étel van, amit már tehát a régi ételből modernizáltuk, mert régen nem volt ilyen, hogy Puliszka pizza, meg Puliszka gombóc, de hát most összehoztuk, és nagyon sikeres volt. Íz lett, és tényleg keletje volt, mindennünk elfogyott, mert akkor itt kínálni is lehetett a vendégeket, akik ott voltak a fesztiválon. Kezdem a darával, és ezzel keverem, úgy, mint a gríz például. Állandóan kell kevergetni, hogy ne legyen csomós. A puliszkát nem fakanállal keverték régen, hanem kimondottan van puliszka keverő, az olyan, mint ez a sodrófa, csak kicsit vékonyabb. És ezzel keverték a puliszkát, és általában üstbe főzték, ilyen kis, kimondottan azt a puliszka üstöt mondták. Mert ugye nem volt ilyen tűzhely, és parheltok voltak, és így.